és megint a stop felé. Választhatsz, hogy melyiken állsz meg. Jó, egyes kapcsolat. És mehetsz előrébb. Miért megyünk előrébb? Hát mert nem jobban látunk innen, igen, lassabban a kukunkat, nyom vissza. Igen. És úgy néz ki, hogy tiéd a pálya, nem? Megvárjuk. Úgy látszik, hogy megint jó lesz. Nézd meg. Mozdulsz rá. Keresd a fogáspontot. Keresd meg. Megtartod, mert még balról jönnek. Tartod. Igen. Tartod. És most indulsz rá. Jó? Mersz nyugodtan. Itt vagyok. Nem kapkodunk. Szépen kiforgatod. Igen. És már is a kettes. Szegény Marcel alig fért át, igaz? Az öreg meg jött itt. Azért is nyomta a gázt, nehogy elférjünk, igaz? Most mentünk el a sex shop mellett, és megy a hármas. Minden van. Minden van. Kínai sex shop, minden. Azt tudod, hogy most már tényleg lett meg ki, és ugye azóta voltatok? Tessék. Hogy lett meg McDonald's, amúgy tényleg, azt tudod, ugye? Igen, igen. Kicsit is. Mondjuk én csak a jégkrémet szerettem, igazán. Én elvagyok egy sajtburger menővel, és kicsit megfékezem. Nem szoktam túlzásba vinni fék. Egy körforgalomhoz érkeztünk, életed első körforgalom. Szépen vissza kettes. Igen, ugye ez egy kereszteződés. Igen, nem jön senki is. Hát csak ide ért az autó, egyes kapcsolsz. Azt hittem a borház nem éri, de igen. Menjünk. Semmi baj? Jaj. Semmi baj, ezt kidobtam, elindulsz. És egyenes irányban elhagyjuk, jó? Várhatsz egy kettes, légy szíves. Várj egy kettest, és jelez jobbra. Jelez jobbra. És látsz, hogy elengedj. Nem adunk gázt. Most már mehetsz. Én ma már itt egyszer jött mellettünk. Emlékszem, arccal? Ja, igen. A lemelkedős utcán. Semmi baj. Kemény a körforgalom, ugye? Főleg, hogy zebra is van. Merre vezet a védett út? Látjátok? Balra. Akkor így most menjek? Aha. Jó. Igen, csak annyi, hogy legközelebb majd jelzünk. Így van, és akkor mehet is a hármas. Szépen tenyérre a gázt elengedjük. A klímának van egy picit ilyen érdekes szaga. Hát ma vagy négy ember írt rögtön reggel egy időpontból, hogy mikor kezdtünk. Kicsit lassabban. Nézem, milyen tábla van. Egy csúnya elrejtett 30. Jó, és virág elkanyarodok majd jobbra, jó? Hogy bent vagyunk a központba, mit szólsz? Jelzés fölfelé. Balra. Jobbra. Jobbra és vissza kettes. Kupon tövik. Azért nem megy, bizony. És följön a kupon. Nincs gyalogos, szépen kanyarodja. Csak enged fel a kuponot, mert különben gyors a kocsi. Érzed, hogy mennyire kell nekünk ez a motorfék? Igaz? Kicsit még bátran kanyarodsz jobbra, tehát ott felejted a kormányt, erre figyelj, mehet a gáz. Előbb tekert egyenesbe, hogy ne essen be ide minden jobb kanyarnál az autó. Yeah. És mehet is a hármas. Ha akarod, ha nem, akkor ott mehet is. Jó. És egyébként szerintem szeretnek is itt téged, mert most még nincs olyan nagy forgalom. Így van, Marcel, észrevetted? Itt a jobb oldali sáv megy egyenesen, csak késve le észrevenni a táblát, látod? De mi jobbra megyünk, tehát követjük a tanulót, gázt elengedett, jelezhetsz. És úgy néz ki, hogy mehetünk, de vigyázz, mert ha lesz kanyarodó, gyalogosnál lesz gyalogos, akkor lehet, hogy el kell engedned, meg kell állnod. Jó, kuplungozz be azért? Jó, mehetsz, nincs gyalogos, beforgatod. Nincs több gyalogos. Visszakor meg. Ez az. Sok egy picit is mehet a gáz. És nyomhatod neki. Nyomhatod neki, és mehet is a hármas. És csak tenyél, ahogy szoktad. Szépen bepöckölöd. Ezt a busz megálló kis felfestést láttad? Igen. Azt egy picit
kerülheted. Nem kell jelezni, csak a tükörbe nézünk, és hogy ne menj át rajta a hegyén sem, hanem muszáj átmehetsz rajta, nem tiltja semmi, csak az öbölbe nem szabad bemenni, ez nagyon fontos. Ugye a buszmegállón, ugye buszmegállóban megállni nem szabad, emlékezhettek erre? De ugye átmenni egy buszmegállón simán lehet. Ugye Pesten egy csomó helyen a Pesti útra van kihelyezve a buszmegálló, hát nem tudsz. De ha repülővel vagy akár, tudsz menni fölötte, de ugye autóval muszáj vagy rávajtani. Na most messziről látjuk, hogy villog a lámpa, ugye? Tehát egy villogó sárga fény van, ez egy veszélyes hely. Ugye annyit jelent, hogy ha fölötte van elsőbséget szabályozó tábla, akkor neked kell elsőbséget adni. Most viszont nincs fölötte sem. Látjátok? Kicsit lassíts meg azért. Itt van egy rejtett 30-as tábla, ugye? Igen. Lassan. Jó. És ugye mi is 40-nál, tehát ez vizsgán baj lehet. Jó. Ez a kereszteződés viszont feloldotta. Úgyhogy megint mehet egy pici gáz, tovább egyenesen. Na, ide szoktatok járni, nem Virág, ugye? Igen. Gondoltad volna, hogy te is ide fogsz egyszer vezetni? Hát, igen. Majd megmutáltatom veled Gödöllőt, nyugi. De jó. De jó lesz. Nem. Én ilyenkor azt akarom majd, ilyeneket szeretnék olvasni. Egyébként tetszett, csak azért. A körforgalom volt nagyon. Na, figyelj meg a busz megállom. Jó, nem jelez a busz, akkor neked van zöld a lámpa. Most már fék, nem megyünk át. Kuplunk tövig, itt vagyok, kuplunk tövig. Picit visszább a fékerőt. Jó. És szépen üres behelyezett. Na szóval azt akartam mondani, ha jelzett volna a busz, ki kellett volna engedni a lakot, tehát belül ugye el kell engedni. Akár megállással is, ha nem hirtelen, nem fékezéssel történik a megállás. Gyere fel a kuplomba. Látod keresztbe, hogy milyen színű a lámpa? A gyalogosnak enged fel teljesen a kuplomba? Látjátok? Zöld, ugye? Amíg a zöld, addig te biztos, hogy nem mehetsz. Értitek, ugye? Ha elkezd villogni, ez egy egyszerű lámpa, egyszerű kereszteződés, akkor lehet, hogy te jössz. Tehát most már váltónak kész. Igen, jobb kéz a váltó, kuplunk fölött, talál egyes kapcsolósz és indulsz is, jó? Elindulunk, kicsi gáz, 1500, megy a kettes. Bátrabban, és jobbra kerül, hogy tetszik is. És jobb tükör, és húzod is ide. Csak mindig néz a tükör, hogy lassabban megy rá, nézd lassabban. Gáz, te megy, teljesen megy. Nincs gyalogos, akkor szépen bevarrod az autót, így van, bekanyarod szűkebben. És keresd az egyenes irányt. Látod itt is a nyilakat, meg a táblát? Jelzi a balra, és át kell menned a másik sávra. Látsz is, hogy az oldal is tűz. Egyébként azért szecsői alapoktatás után azért ez most nagyon, nagyon kemény, nem Virág? Hadd be őszintén, ugye? Nagyon kell koncentrálnod? Hát tudod. Délután aludhatsz egy kicsit, jó? Gázzal is mehet a hármas. Egyébként én elmondom neked, hogy ez elsőre, Marcel, ugye nyugodtan megmondhatjuk, hogy Nagykátán se voltunk, elsőre nem is rossz. Tehát szerintem jó leszel. Jó sofőr leszel. Szerintem mondom, jövő ilyenkor 100 órával. 150 órával. Na egyetlen, simán. Lassabban. Figyeld a táblát, jó? Mind a ketten figyeljétek. Ez egy nagyon cseles hely. Kicsit engedjük el a gázt, segítek. Látjátok a táblákat? Tudom, hogy még örültök, ha éltek. Jobbra megy a fut. Tehát jelzel, és megint kettes. Ez ma már a harmadik ilyen, mi? De nincs több. Jó? Föl a kuplungot, igen, föl a kuplungot. Nincs gyalogos, és beforgatod a kormányt. Semmi gáz, forgasd be. Érzed, hogy kellett a kettes? Azért itt hármasba, gyereke? Nem. Az nagyon erős lett volna. Igen. Egyelőre kettesbe mindent, aztán meg három. Marcel, te nem tudom, teljesen megy a hármas, nem? Hármas? Azért jó bedobtam a mély vízbe, nem? De teljesen jó. Én is úgy, figyelj, úgy láttam, nincs szétesve, kész, akkor haladjunk. Ennyi, tényleg. Mit szenvedünk itt Nagykátával, nem Marcel? Szinte melegít a biztonság, ugye? Most nagyon utálni fogsz. Figyeld azért néha a tükröket. Nagyon utálni fogsz, mert elvisznek megint abba a körforgóba.
csak most még szarabb helyről érkezünk, jó? Jó.